Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója, lássuk röviden mai híreinket. Letették az alapkövet. Megújul Gyulán a 100 éves cukrászda és a Ladics ház. Szintet lépne a gyulai futball. Az MB3-as tagságot szeretné kiharcolni a Termál FC. Feltárás alatt a Hajman hagyaték. Békés vármegyei vonatkozásokkal is bír a tipográfus öröksége. Anya, lánya, tanítványa. Képzőművészeti kiállítást nyílt szerda délután a gyulavári kastélyban. Letették a Ladics ház és a 100 éves cukrászda felújításának alapkövét. A csütörtök délutáni eseményen Latorcai Csaba államtitkár azt mondta, a gyulai önkormányzat meglévő turisztikai attrakcióinak, kulturális értékeinek megóvása, fejlesztése elsőleges szempont a városfejlesztés politikájában. Ez a nap híre. Júliusban írták alá a 100 éves cukrászda és a Ladics ház felújításáról szóló kivitelezési szerződést, csütörtök délután pedig letették az alapkövet az előbbi épület udvarán. Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében kiemelte, egy pályázat segítségével 1 milliárd forint támogatást nyertek a gyulai turizmus fejlesztésére, melyből 3 beruházást valósítanak meg. Az egyik a Nagyváradi úti kerékpárút megépítése, amely el is készült, a második a 100 éves cukrászda felújítása, a harmadik pedig a Ladics ház felújítása. A polgármester hangsúlyozta, a turizmus több ezer embernek biztosít munkát és megélhetést Gyulán, ezért kell folyamatosan fejleszteni turisztikai jelentőségű értékeinket. A 100 éves cukrászda és a Ladics ház a legjelentősebb és legismertebb gyulai turisztikai értékek közé tartoznak, meghatározó szerepet töltenek be városunk turisztikai vonzereiben. A 100 éves cukrászda 1801 és 1803 között épült, az épület korát tekintve a Délalföld legértékesebb emeletes polgárháza, ezt nem csak én mondom, hanem avatott szakértők is. Már csak emiatt is kötelességünk gondoskodni arról, hogy megőrizzük ezt az épületet a jövő nemzedékei számára. A beruházás jelentőségét a két épület várostörténeti, valamint a mai turisztikai életében betöltött szerepe adja meg. A Ladics ház bemutatja egy jellegzetes, 19. századi alföldi polgárcsalád világát. A 100 éves cukrászda épülete pedig nem csak az enteriőr tekintve hiteles, hanem egykor ez volt a polgári élet jellegzetes szintere is. Kovács József országgyűlési képviselő a két épület történetéről beszélt. Meg se gondolta volna az ember, hogy ez volt az egész Délalföld legértékesebb emeletes polgárháza, a másik pedig az, amelyben a polgári életnek a minden lenyomata, ami létezik, fellelhető. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár a csütörtöki eseményen kiemelte. A térség természeti és kulturális kincsei mindenkit magával tudnak ragadni. Hangsúlyozta, a gyulai önkormányzat meglévő turisztikai attrakcióinak, kulturális értékeinek megóvása, fejlesztése elsődleges szempont a városfejlesztés politikájában. Azon dolgozunk, hogy az elkövetkező évszázadok is szóljanak rólunk, magyarokról. És ne csak szóljanak, hanem tevékeny részesei, alkotói lehessünk a Kárpát-medence életének, épp úgy, mint az egész kontinens életének. Ehhez leginkább kultúránk megőrzésével és kultúránk továbbadásával tudunk hozzájárulni. Ezért is fontos, hogy megőrizzük és megtartsuk mindazt, ami magyar, nyelvünket, kultúránkat, történelmi épületeinket, mint itt Gyulán is, a 100 éves cukrászdával és a Ladics házzal. A két épület felújítása 784 millió forintba kerül. Az eseményen elhangzott, a teljes beruházásnak az év végéig kell elkészülnie. 5 év alacsonyabb osztályú tagság után újra magasabb szinten szerepelne a gyulai Termál FC. Kónya István a polgármester elmondta, egy erős szponzor beszállásával újra megcélozták az MB3-as tagságot. Itt nincs türelmi idő. Ezt a bajnokságot meg kell nyerni. Meglehetős egyértelműséggel fogalmazott Kónya István alpolgármester arra a kérdésre válaszolva, mely a gyulai Termál FC vármegyei első osztályú felnőtt együttesének céljaira vonatkozott. A nyáron alaposan megerősített gárda számára ugyanis nem lehet más cél, mint megnyerni a bajnokságot,
és a tavaszi osztályozón kiharcolni a harmadik vonalbeli tagságot. Mindezt az is nagyban segíti, hogy egy gyulai vállalkozó hajlandó pénzt, időt és energiát fektetni a helyi futballba, ez pedig a városi támogatással együtt lehetővé teszi, hogy a csapat szintet lépjen. Lassan már 5 esztendeje annak, hogy az NB3-ból kiesett a Gyulai Tármár FC felnőtt labdarúgó csapata, és az 5 év megye egyes osztályban való szereplés azért rávilágított mindenkit, azt gondolom, arra, hogy ennél azért többre érdemes a gyulai labdarúgás, nem csak azért, mert több mint 100 éves múltra tekint vissza, hanem a városban van egy jogos igény, és azt gondolom, hogy Gyula városának a felnőtt labdarúgása mindig meghatározó volt a megyei labdarúgás palettáján. Kónya István azt mondta, a 10 csapatos bajnokságban elsősorban a Szarvas és az Orosháza lehet veszélyes ellenfél, de a többieket sem becsülheti le a Brülás Gábor által vezetett fürdővárosi együttes. A reális cél jelenleg az, hogy ezt a mostani őszi-tavaszi bajnokságot megnyerjük. Lehetőség szerint, ha lehet úgy mondani, cson nélkül, magabiztosan, nagyon jó játékkal, és aztán várni az osztályozó mérkőzéseket, ahol reméljük, hogy a gyulai csapat győzedelmeskedik, és a következő bajnoki évadot már az NB3-ban tudja folytatni. A csapat szombaton kezdi meg a bajnoki küzdelmeket a Szeghalom otthonában. Az első hazai mérkőzésre augusztus 18-án kerül sor, akkor a Jamina látogat Gyulára. Sok érdekesség rejlik a levéltárban őrzött hajmanhagyatékban. A tipográfus, irodalomtudós örökségének részletes feldolgozása jelenleg is zajlik. Különleges értékeket rejteget a tipográfus, irodalomtudós Hajman György hagyatéka, melyet a gyulai levéltárban őriznek. Ezzel kapcsolatban jelenleg is zajlik a feltáró munka, melyet C.G. Petra Gabriella végez. Hajman György élete nem kevés békés vármegyei vonatkozással bír, hiszen sokat tanult a gyomai Kner nyomdában. A levéltáros azt mondta, az irathagyaték sok esztétikai tartalmat és minőséget mutat a már ismert életműből. C.G. Petra Gabriella emlékeztetett, 2017-ben Erdész Ádám beszélt egy sorozat részeként Hajman életéről, és röviden összefoglalta munkásságát. A mostani rendezés lehetőséget ad arra, hogy ez a jelentős kulturális hagyaték részleteiben is megmutatkozzon. Hajman György ugye igyekezett továbbvinni azt a szellemi hagyatékot, amit a családjától, különösképpen pedig nagybátyjától, Kner Imrétől örökölt. A kultúra, a könyvek szeretete, a könyvek által pedig a kultúra szolgálata volt az számára, ami fontos volt. Ez olyannyira sikerült neki, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi téren is sikereket ért el, elismerésekben részesült, például 1977-ben Lipcsében 2 díjat is kapott, egy Neruda mű tipográfiai megformálásáért ezüst fokozatot kapott, illetve elnyerte az 1959 óta odaítélendő Gutenberg díjat is. Az iratanyag jelentős részét egy kiterjedt levelezés teszi ki. A családtagok mellett barátok és jelentős sikereket elérő pályatársak voltak Hajman György levelező partnerei. Emellett bélyegek, vagy akár egyedi bélyegtervek is találhatók benne. Technika történeti vonatkozásai is izgalmasak az anyagnak. Ma már nem létező archaikusnak mondható technikákkal készült bélyegek, illetve könyvnyomatok nyomóelemei is megtalálhatók az anyagban, amik már a levéltárosnak is feladják a leckét, hogy hogyan lehet ezeket megfelelően archiválni, megfelelően tárolni hosszú távon. Hiszen sok esetben olyan ragasztóanyagot használtak, amit hát valahogy el kell távolítani, hiszen ma már összeragad, elavult, károsíthatja az anyag részét. A Hajman hagyaték rendezése jelenleg is zajlik, de amint befejeződik, az anyag elérhetővé válik a Békés vármegyei levéltárban. Szerda délután Anya, lánya és a tanítványa címmel nyílt kiállítás a gyulavári kastélyban. Az egy hónapig látható tárlaton Vincéné Sáró Erzsébet és lányai, Lizi és Katalin alkotásai, valamint a tanítvány Gesznerné Fehér Andrea munkáit láthatják az érdeklődők. Anya, lánya és a tanítványa címmel nyílt képzőművészeti kiállítás szerda délután a gyulavári kastélyban.
Vincén és Sáru Erzsébet és lányai Lizi és Katalin alkotásai mellett a tanítvány Gesztelné Fehér Andrea munkáit is láthatják az érdeklődők. A gyulavári kastély kohánterme gyakran ad otthont időszaki tárlatoknak. Az augusztus 9-én megnyitott kiállítás különlegessége, hogy valóságos családi eseményként elsőként jelennek meg együtt az édesanya, a lányai és a tanítvány munkái. A kreativitás mindig az élete része volt Vincén és Áró Erzsébetnek. Gyermekkorában divattervező szeretett volna lenni, ám végül az egészségügyet választotta hivatásul. Az édesanyja, aki rajzoktató és festő, elmondta, bárkinek ajánlja, hogy kipróbálja a művészet valamelyik ágát. A gyermekeim, Vince Erzsébet és Vince Katalin, nekik is ki van itt állítva az alkotásuk. Ő bennük már egész pici korukban felfedeztük azt, hogy ők művészetileg meg vannak áldva, és Lizi lányom a képzőművészetet választotta, Kati lányom a festészetet választotta, és akkor így a másik művészeti ág, az lett a hobbi. De azért is hoztuk el a Katikáminak is a képeit, hogy lássák, hogy akiben van egy művészeti hajlam, az minden irányba ki tud terjedni, nem korlátozódik egyfajta tevékenységre. Gyermekkora óta rajzol és fest Vince Erzsébet Lizi. Ő arról beszélt, hogyan vált az élete részévé a művészet és a sport. A szüleim fedezték fel a rajzi festői készségemet, és az ő támogatásukra jelentkeztem a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium szakközépiskola festő szakára, innen indult az egész folyamat. Majd később jelentkeztem a Budapesti Metropolitán Egyetem belsőépítés szakára, később belsőépítés diplomát szereztem. Egy időben nagy vízválasztó volt, hogy a művészetek vagy a sport irányában tanuljak tovább. Úgyhogy ez nem hagyott nyugodni, a TF-en elvégeztem a lovas kultúra oktató szakot, tehát mai napig lovakkal foglalkozom. Nagyon sokat festek lovakat, állatokat, tájképeket. Downhill szakákban kerékpárral versenyzem, így a tájfestészet sem áll tőlem messze. Legtöbb képemet azt olajjal és akrillal szoktam elkészíteni. A kavicsfestészettel indult másfél évvel ezelőtt Gesztelné Fehér Andrea képzőművészeti érdeklődése. Az ápolóként dolgozó alkotó elmondta, milyen munkákkal van jelen a kiállításon. Jelenleg még csak akrilfestékkel festem meg a képeimet, és főként tájképfestészetet szeretem, mert nagyon szeretünk kirándulni a párommal, és ez az, ami igazából magával ragad engem, és elvarázsol, tehát ezt szeretem témáiban visszatükrözni, illetve az alkotásaimban ezt mutatom meg, hogy nekem ez jelenti a kikapcsolódást, az örömet számomra. A gyulavári kastély időszaki kiállítása egy hónapig várja az érdeklődőket. Hamarosan megkezdődhet a lovarda kiviteli terveinek elkészítése. Rövid hírek következnek. 2019-ben kapott támogatói okiratot a Magyar Turisztikai Ügynökségtől a Gyulai Várfürdő. Ennek segítségével a fürdő kapacitását, valamint szolgáltatási minőségét tudják fejleszteni. A projekt első üteme a gyermekvízi paradicsom átalakítása volt, a második pedig jelenleg is zajlik. Ez a főépület átalakítása, valamint az egykori reumatológiai szakrendelés épületének integrációja. A projekt harmadik üteme a lovarda felújítása lesz. Az 1833-as épület egykor az Almási kastélyhoz tartozott. A lovardában jelenleg is az ország második legnagyobb termálvizes úszómedencéje található. Kun Miklós ügyvezető igazgató kiemelte, ezt az épületet utoljára 2004-ben újították fel. Kun Miklós hangsúlyozta, amilyen szép az Almási kastély, legalább annyira szépnek kell lennie a felújítás után a lovardának is, hiszen egykor ezek az épületek összetartoztak. Az épület felújításához már elkészültek a koncepciótervek. A végleges változat kiválasztása után megkezdődhet a kiviteli tervek elkészítése. A jelentkezők száma az megtriplázódott
az előző évekhez képest. 150 új hallgató kezdi majd meg tanulmányait ősszel a Gál Ferenc Egyetem Gyulai Karán. Beke Szilvia, az egészség és szociális tudományi kardékán helyettese a három témában kiemelte, még várják a pótfelvételi eredményeit, ami további bővülést jelenthet. Beke Szilvia hangsúlyozta, az elmúlt időszakban jelentősen javult a gyulai kar pozíciója, elismertsége. A fürdővárosban a legnépszerűbb az ápoló szakirány, itt szeptembertől több mint 70-en kezdik meg tanulmányaikat. A jelentős létszámbővülés mellett az előttünk álló tanév egyik nagy újdonsága, hogy új mesterképzési szak indult a Gál Ferenc Egyetem gyulai karán, ez pedig a mentálhigiénés családkonzulens. Beke Szilvia kiemelte, a pótfelvételi eljárás során nyílt lehetőségük arra, hogy meghirdessék ezt. Bíznak benne, hogy nagy létszámban jelentkeznek majd a hallgatók mind a szociális, valamint az egészségtudományi területről. Évről évre egyre több közösségi programot szervez az egyetem a hallgatók számára. Ennek a közösségépítés mellett az a célja, hogy olyan új értékekkel ismerkedjenek meg, melyekkel nem biztos, hogy az előadások keretében lehetőségük van. Az egyik ilyen az egyetemi kávéház, melyet minden hónapban egy aktuális téma köré építenek. Elindítottak egy társasjátékklubot, ahol készségeket, kompetenciákat fejlesztenek. Működik egy filmklub is, ahol a hallgatók az adott pályához kapcsolódóan néznek meg filmeket, majd vitatják meg utána az abban látottakat. Már hagyomány, hogy minden fél évben tartanak szakmai kirándulást is. Rendszeresen püspöki részvétellel zajlik a gyulai Nádi Boldogasszony templom búcsúja augusztusban. A vasárnap délelőtti esemény nem csak azért lesz különleges, mert a szentmisét idén is Kis Rigó László mutatja be. Kovács Péter plébános elmondta, ebben az évben két nagyobb évfordulót ünnepelhetnek. A gyulai búcsújárásra 625 évvel ezelőtt, 1398-ban adott engedélyt Bonifác pápa. A Nádi Boldogasszony templomot 1777-ben áldotta meg a békési esperes. A szentelésre viszont jóval később, 1823-ban, vagyis éppen 200 éve került sor. Kovács Péter elmondta, a búcsú szolgáltat alkalmat arra, hogy a Nádi Boldogasszony kegykép újra koronázására, illetve Mária szívének cseréjére is sor kerüljön, a hívek által hálából adományozott értékek felhasználásával. A Nádi Boldogasszony templom búcsúja idén is körmenettel zárul majd. Húsz évvel ezelőtt hívták életre a gyulai Várszínházban az Irodalmi Humor Fesztivált. A jubileumi évad utolsó hétvégéjén, immár 11. alkalommal megrendezett fesztiválon a szép irodalom hazai és határon túli jeles képviselőivel találkozhat a közönség, ahol a főszerepet természetesen a humor játsza. A nyári irodalmi programok közül népszerűségében kiemelkedik a humorfesztivál, hangsúlyozta Elek Tibor. Az igazgató elmondta, a két évente megrendezett fesztiválon a kortárs magyar irodalom jeles képviselői vesznek részt. Nem egy kabari este kell készülnie a közönségnek, emelte ki az igazgató, hanem ezúttal irodalmárok, írók, költők szövegeivel találkozhatnak a színház látogatók. Az összművészeti fesztivál program augusztus 13-a és 16-a között a Molnár Ferenc napokkal folytatódik, ahol a négy nap alatt 5 Molnár vígjáték zárja a 60. jubileumi évadot. Gyulán is támogatják az óvoda és iskola kezdést. Lapszemle következik. Támogatást nyújtanak az óvodai és iskolai évkezdéshez. A támogatást azok kaphatják meg, akik nem jogosultak köznevelési intézménybe járó gyermekük után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, de anyagi segítségre van szükségük. Görgényi Ernő polgármester közösségi oldalán azt írta, a támogatás összege gyermekenként 6000 forint, ami megegyezik az állam által biztosított pénzbeli támogatás összegével. Zárva lesz a Gabona Múzeum. Technikai okok miatt augusztus 12-éig zárva tart a Gabona Múzeum, írt a közösségi oldalán a Munkácsi Múzeum. A Békés Csabai kiállítóhely augusztus 15-én kedden 9 órától várja ismét az érdeklődőket.
10. alkalommal rendezik meg a Zarándok napot. Augusztus 12-én közel 140 zarándoklatot szervez a jubileumi zarándoknap keretében a Mária út egyesület, írta a Magyar Kurír. Gyalogos, kerékpáros és kenús zarándoklatok is indulnak Ausztriában, a Felvidéken és a Délvidéken, valamint Erdélyben egy közös célért, a fiatalokért. Szépen szaporodtak a búbos bankák. Térségünk tájait járva szinte mindenütt találkozhatunk búbos bankákkal, írt a weboldalán a Körösmaros Nemzeti Park. Idén a költések jól sikerültek, szépen szaporodott az állomány. Sok napsütés várható a következő napokban. Csapadék nem valószínű. A jövő héten visszatér a kánikula. Pénteken sok napsütésre készülhetünk, de az olykor élénkebb szél mellett egy-egy zápor azért előfordulhat. Éjszaka 13 fokot, a déli órákban 26 fokot mutatnak a hőmérők. Szombaton száraz, napos időszak kezdődik. Kisebb felhősödésre készülhetünk, de nagy eső nem várható. A hőmérséklet pedig 14 és 27 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Letették az alapkövet. Megújul Gyulán a 100 éves cukrászda és a Ladics ház. Szintet lépne a gyulai futball. Az MB3-as tagságot szeretné kiharcolni a Termál FC. Feltárás alatt a Hajman hagyaték. Békés vármegyei vonatkozásokkal is bír a tipográfus öröksége. Anya, lánya, tanítványa. Képzőművészeti kiállítást nyílt szerda délután a gyulavári kastélyban. A Gyula TV híradóját látták. Most a népi mesterségek következik. Majd a pódiumban a csütörtöki alapkőletételről láthatnak hosszabb összeállítást. Kövessék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!